csak ma reggel, amikor fölkeltél. Első mozdulat ma reggel, amikor felkeltem. Tehát hogy az volt, hogy a gyerekek elaludtak az én ágy, tehát a nagy ágyban, és akkor volt egy pontja az éjszakának, amikor én átmentem a Somika ágyába, mert úgy éreztem, hogy ott talán nyugalmasabb lesz az éjszaka, de aztán az Áron fölébredt reggel, ugye 4:45-kor, és akkor kiabált, hogy mama, úgyhogy kiugrottam a Somika ágyából, és átrohantam az Áronhoz. Ez volt az első mozdulatom. És aztán már nem tudtam visszaaludni. Ő visszaaludt, mama, hol vagy, itt vagy? Jó, visszaaludt, és én meg már nem tudtam visszaaludni. Úgyhogy ez volt. Úgy hangzik, mint egy csúcsforgalom. Hát én egy csúcsforgalomban élek, Peti. Szerintem elég sok anya él csúcsforgalomban, amikor még kicsik a gyerekei. Igen. De ezek olyan jó, hogy ilyen kicsik, mert van aranyosak. De én nekem sosem ment az éjszakai fölkelés, mikor a gyerekek kicsik voltak, ezért kaptam az egyiktől aztán eleget a pofámra. A Kornél azt fel szokott kelni néha. Nem, a Kornél kinnalszik a kanapén. De én nagyon kemény vagy, nagyon keményen bász a férje az elégszer. De ez nem én bász, ez az ő döntése, de én ezt tök miért? Hát, hogy nekem fölkelnie. Ki alszik a kanapén, ott alszik. De ez így volt, tehát mióta mindig így volt, hogy én kelek éjszaka, de cserébe reggel kiadhatom az Áront, és még alhatok egy órát, vagy kettőt, ha bírok. Ez volt a deal, és ez így maradt. Nem baj, ha megnőnek a gyerekek, akkor ez változni fog szerintem. Persze. Persze. Natok, hány évesek most? Hát 13 és 15. Uff. Uff, mondta az indián asszony. Igen. Már nagy lány, nagy nők. Nők. Nagy. Nők, nagy, kész. Csajok, nagy csajok. Nagy csajok. Vigyelj csak, engem néha az Edith ki szokott parancsolni az ágyból éjszaka, amikor horkolok. Horkolsz? Nem, régen nem horkoltam, ugye? Ne arra, hogy ilyen intim részletekből nem bocsátkoznék. De nem emlékszem rá, az igazság, hogy mikor kezdtem el horkolni.